Programok a fürdőben, garázs égett karcagon, tudnivalók az új tanévre, önkéntesek jelentkezését várják. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2022. augusztus 15-én 18 óra 5 perckor. Andrássy Istvánnal, a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk arról, milyen programok várhatóak még a fürdőben. Köszöntöm nézőket, Andrássy Istvánnal beszélgetünk itt az uszodában. Mögöttünk zajlanak az úszóedzések. Mennyire volt foglalt egész nyáron az uszoda? Tisztelt kedves nézők, arról tudom tájékoztatni önöket, hogy tulajdonképpen az Agászliget fürdőben egész évben az uszoda térben mennek úszásoktatások, edzések, egyéb úszás nemekben való történő sportolások. Itt a nyári időszakban elsősorban az úszásoktatások mennek, ez minden korosztály számára megy, tehát elmondhatom, hogy a babaúszásoktatástól teljesen a felnőtt korig. Itt több oktatónk van, akik külsősök, de megtartják ezeket az úszás oktatásokat, aki úszni tanul, vagy aki esetleg tovább akarja fejleszteni magát. Itt azt szeretném még elmondani, hogy az úszás oktatások a fedett térben van, az úszómedencébe és a tanúszodába. Na most vannak más vendégeink is, akik nem úszásoktatás keretén belül, hanem csak kimondottan úszásra jön ki. Ezért őket mindig tájékoztatjuk arról, hogy kint a Pésztárna és Főépületnél is, akkor a honlapunkon is, hogy mikor foglalt esetleg az úszómedence vagy a tanúszoda, és akkor tudják ők is úgy időzíteni a dolgokat, hogy mikor van szabad tér, és akkor ők is tudnak úszni. Gondolom ez inkább akkor a reggeli, meg a késő délutáni időszakokban, mert akkor az a gyerekeknek már nem nagyon van úszásoktatás. Így van, hát amúgy is a jegykonstrukciónkban is van olyan, hogy úszoda bérlet, ez reggel 6-tól 9-ig, illetve este 18-tól 20 óráig. Ezen időszakban is ritkán azért beszoktunk tenni olyan úszásoktatásokat, ami más időpontban pont nem fér bele, de nincsenek ütközések, tehát lehet nyugodtan használni a más vendégeinknek is. De azért programokkal augusztusban is várják majd a vendégeket? Hogyne, hát például augusztus 27-én egy délutáni órákban lesz nótaműsor, akkor a szeptemberi az, ami a záró rendezvényünk tulajdonképpen a nyári szezonnak a motoros találkozó, tehát még lesznek egyéb rendezvények is. És hát beszéljünk egy picit arról, hogy a nyár a jó meleg, az meghozta a vendégeket? Igen, talán annyi hátránnyal indultunk most az idén, hogy egy medencénk majd felújításra kerül, annak már az előkészítő munkái, tervezései, egyeztetések, szerződéskötések most vannak folyamatban. Az, hogy kiesett, ezért körülbelül 80%-os az eddigi megszokott vendég létszámnak. Itt talán annyit tudok mondani, hogy ami viszont pozitív dolog, hogy mivel a kereskedelmi szálláshely is hozzánk tartozik, egy területen helyezkedik el, annak például nőtt a forgalma, hát a gyógyvízre azért nagy hatással van itt a vendégekre, és már lassan már nem is kell reklámozni, mert egyik vendég hozza a másikat. Akkor mi azt kívánjuk, hogy a következő tulajdonképpen két hónap, mert azt mondhatjuk, hogy szeptember végéig tart tulajdonképpen a nyári szezon, addig sok vendég érkezzen ide, és hát akkor majd jövünk ezekre az ön által említett rendezvényekre. Jó, köszönöm szépen, és várjuk a kedves vendégeinket. Berendezési tárgyak gyulladtak ki egy romos garázsban szombaton, Karcagon, a Rába utcában. Berendezési tárgyak gyulladtak ki egy romos garázsban, még szombaton Karcagon a Rába utcában. A lángok mintegy 300 négyzetméteren átterjedtek a környező ajnövényzetre. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A tűz következtében a garázs tetőszerkezete beszakadt. Szerencsére már kiderült, mikor kezdődik és hogyan áll össze a 2022-2023-as tanévrendje az általános és középiskolákban. Már nyilvános, mikor lesznek a tanítási szünetek, szombati munkanapok, hosszú hétvégék 2022-ben és 2023-ban. Tanítási szünetek. Őszi szünet október 29-től november 6-áig. Az első tanítási nap a szünet után november 7-e hétfő.
téli szünet december 22-től 2023. január 2-áig, azaz január 3-án kedden kell először iskolába menni. Tavaszi szünet 2023. április 6-ától április 11-ig. Április 12-én szerdán lesz az első tanítási nap a szünet után. Szombati munkanapok. Egy biztos, az áthelyezett munkanapok miatt 2023-ban nem lesznek szombati munkanapok, azonban idén még az őszi szünet környékén lesz egy szombati munkanap, mégpedig 2022. október 15-e, aznap kell majd ledolgozni az október 31-i pihenőnapot. Hosszú hétvégék. A 2022-23-as tanévben lesz pár, 3 és 4 napos hosszú hétvége. 2022. október 29 szombattól november 1-e keddig, minden szentekig. 2022. december 24-e szombattól december 26-a hétfőig. 2023. április 7-e péntektől, nagypéntektől április 10-e hétfőig, húsvét hétfőig. 2023. április 29-e szombattól május 1 hétfőig a munka ünnepéig. 2023. május 27-e szombattól május 29-e pünköst hétfőig. Nemzeti ünnepek és szabadnapok. 2022-ben október 6-a csütörtökre esik, bár ilyenkor munkaszüneti nap nem jár, az iskolai ünneplőket elő kell majd készíteni. Október 23-a idén vasárnap lesz, így ez a szabadnapok szempontjából nem fontos. 2023-ban március 15-e szerda lesz, így akkor számolhatunk egy plusz nappal. 2023. augusztus 20-a viszont szintén vasárnap, így ez nem érinti a munkarendet. A Karcag Televízió mai vendége Pálinkás Tibor alezredes, a Magyar Honvédség 2 Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred, 68. Vitéz Horgos Dezső területvédelmi zászlóalj parancsnoka volt, akivel a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréről, annak történetéről, fő célkitűzéseiről, a feladatellátásról, a folyamatban lévő jelentkezésekről, missziós szerepvállalásról is beszélgettünk. A Magyar Honvédség a helyi közösségekre alapozva hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerét. Az ország valamennyi járásában van egy járási század, és nyilván ezek a járási századok megyéhez kapcsolódóan egy-egy területvédelmi zászlóalj irányítása alatt látják el a szolgálatukat. A területvédelmi zászlójak, a járási századok a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati jártasságokat tudnak elsajátítani, ami alkalmassá teszik őket arra, hogy annak a szűk közösségnek a katonai potenciáját növeljék, megismerve nyilván az alapkiképzésnek a menetét. Ugye régen korábban volt a sorkatonai szolgálat, amikor minden 18 évet betöltött egészséges magyar férfi állampolgárnak részt kellett venni a sorkatonai szolgálatban. Nyilván ez, hogy szüneteltetve van most jelen pillanatban Magyarországon a kormány döntése alapján a sorkatonai szolgálat, ezen hiánypótlása jött ez létre. Nyilván a rendszer rájött arra, hogy a tartalékos katonai szolgálatot vállaló személyek bizonyos mértékben hozzájárulnak a Magyar Honvédség állandó állományához. Nagyon sok tartalékos katona, megismerve a honvédségnek a belső struktúráját, a honvédség életét, szerződéses katonai szolgálatot vállal, tehát mint egy első lépcsőfoka a Magyar Honvédség feltöltésének. Megváltozott a rendszere is a tartalékos katonai szolgálatnak. Kezdetben az alapkiképzésükre, kötelékkiképzésükre fordítottunk rengeteg feladatot, de nyilván az eltelt idő felülírta a képességeinket, gondolok itt a Covid-járványra, és nyilván a déli határon megjelenő migrációs nyomásra. Jelen pillanatban is szolgálnak tartalékos katonák a déli határon, védik a Magyarország határzárát, illetőleg a Covid alatt nagyon sok esetben voltunk kórházi munkán, szállítmánykísérésen, fertőtlenítési feladatokban vettek részt a tartalékos katonáink, és a tavalyi évben már megjelent annak a lehetősége, hogy a tartalékos katonáknak is nyilván egy felkészítés, egy egészségügyi pszichológiai alkalmasságot követően
külszolgálatra is kimehetnek. Ez most, mit jelent pontosan ez a külszolgálat? A külszolgálat külföldi NATO feladatot vállalhatnak. Vissza is jött már kettő szakaszunk, az országos szinten kettő tartalékos szakasz vett részt Koszovóban a KFOR parancsnokság szolgálati alárendeltségében. Jelen pillanatban is folyik egy KFOR szakasz felkészítése, illetve idén először szeptember végi kiutazással egy teljes kontingenst a tartalékos állományból megerősítve adnak ki, az pedig Irakban fog feladatot végrehajtani. Kiknek a jelentkezését várják elsősorban? Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgárt vár a Magyar Honvédség az önkéntes tartalékos rendszerbe. Férfiak és nők egyaránt. Meg kell felelniük egy orvosi vizsgálaton. Ez egy házi orvos jellegű vizsgálat, ami minden egyéb magyar cégnél kötelező, és ezt követően kötünk velük szerződést. A szerződéskötés követően végrehajtjuk az ő alapfelkészítésüket, ez egy 20 napos kiképzési periódus. Jellemzően ezt hétvégén tartjuk, hiszen ők dolgoznak, munkahelyen rendelkeznek, és csak a hétvégi napokon van lehetőségünk arra, hogy ezeket a foglalkozásokat megtartsuk a részükre. Ezt követően, mikor alapkiképzést tettek, akkor már részt vehetnek egyéb feladatokban is, természetesen önként jelentkezés alapján, mint amit már említettem, a határvédelmi feladat, kórházi munka, vagy éppen, hogyha úgy gondolják, külszolgálatra is lehetőségük van kikerülni. Ott már nyilván egy magasabb szintű egészségügyi alkalmassági vizsgálatot követően. Én azt gondolom, hogy azok az egészségügyi képességgel kapcsolatos feladatok, azok megmaradnak a jövőben is. Én úgy gondolom, hogy a kórházakba történő feladatvállalás a Magyar Honvédségnek és ezen belül a tartalékos katonáknak, ez egy nagyon sikeres dolog volt. Mindenhonnan azt a visszacsatolást kaptuk, hogy fegyelmezettek, gyorsan megtanulták a feladatukat, főleg a beléptetések, adminisztráció vonalán voltak ők alkalmazva, és nyilván, hogyha az élet úgy hozza, akkor a jövőben is képesek leszünk ennek a feladatnak eleget tenni. A déli határ védelme az úgy tűnik most már a tartalék képző zászlajak feladata lesz, pontosan ugyanolyan mértékben, mint a Magyar Honvédségnek a műveleti besorolású katonai szervezetei, és ez egy megtiszteltetés. Ez talán azt is jelenti, hogy ez a tartalékos haderő elérte azt a kiképzettségi szintet, hogy ilyen feladatban önállóan bevethető. Juttatásokat is szoktak kapni, ugye jelentkezettek ezekért a feladatoknak az ellátásáért. Beszéljünk erről néhány szót. Igen, először a jelentkezés helyszíne. Jász-Nagykun Szolnok megyében, Szolnokon a hadkiegészítő parancsnokságon, toborzó irodájában lehet jelentkezni tartalékos katonai szolgálatra. Illetőleg minden olyan rendezvényen, ahol a Magyar Honvédség megjelenik, és toborzó pontot üzemeltet, ezen is bárki érdeklődhet, és lehetősége nyílik arra, hogy jelentkezzen, és úgy beigazítják, hogy mik azok a szükséges dokumentumok, amikkel rendelkeznie kell, hogy felvételt nyerje, mint tartalékos katona. A másik a járandósága az önkéntes területvédelmi tartalékosnak. Ugye a nevében benne van, hogy önkéntes területvédelmi tartalékos, de a Magyar Honvédség nem kívánja ezt ingyen. Tehát nyilván azokra a napokra is, amikor ő bejön a kiképzésre, az egy-két naposra hétvégén, akkor ő jogosult utazási pénzre, jogosult a természetbeli ellátásra, amit már említettem, az étkezésre. Illetőleg, amikor a szerződését megköti, akkor jogosult egy bruttó 33 ezer forintos összegre, amit a második hónap leteltével fog részére a Magyar Honvédség utalni. Illetőleg jogosult a éves rendelkezésre állási díjra, ez 200 ezer forintos bruttó pénzről beszélünk, ezt az egy év leteltét követően automatikusan a számlájára utalja a Magyar Honvédség. De nyilván rendfokozatának megfelelően azokra a napokra, amikor ő állandó behívással bekerül a rendszerbe, mondjuk egy kéthetes határvédelmi feladatba, vagy egy kéthetes kórházi feladatba, vagy mondjuk egy hetes összekovácsi gyakorlatra, ő akkor a rendfokozatának megfelelő fizetését fogja megkapni arra az időszakra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!